Viktor Szokolov altengernagyot, a Fekete-tengeri flotta főparancsnokát is likvidálták a múlt pénteki ukrán légicsapással a Krím félszigeten fekvő Szevasztopolban. A támadásban 34 orosz katona vesztette életét, 105-en megsebesültek. Szokolovot Ukrajnában életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amiért parancsot adott a létfontosságú infrastruktúra lebombázására. Az ukrán légierő pénteken az Egyesült Királyság és Franciaország által szállított Storm Shadow, illetve Scalp cirkáló rakétákkal vette célba a flotta főhadiszállását. Kijev egy korábbi támadást is magára vállalt. Szeptember 13-án a szevasztopoli hajójavítóra mértek csapást. Ekkor a Rostov névre keresztelt tenger alatt járó és a Minszk nevű nagy partra szálló hajó semmisült meg, fedélzetén 62 emberrel. Az orosz katonai vezetés ezután mindegyik nehéz fegyverzetű hadihajóját kivonta Szevasztopolból.